Tavaly szeptember 1-én játszották az első, idén június 4-én pedig az utolsó fordulót a női kézilabda NB1-ben. A több mint 9 hónapos idény többször is megszakadt, gyakorlatilag minden csapatot elért a koronavírus járvány, és az Európa-bajnokság miatt is tartottak egy hosszabb szünetet. Kisvárdán is újra kellett tervezni néhányszor a felkészülést, a szaggatott őszt egy sűrű tavasz követte. Bakó Botond együttese több egygólos mérkőzést is elveszített, de a bennmaradás szempontjából fontos meccseken begyűjtötte a pontokat, így izgalommentes volt számára a bajnoki hajrá. A Magyar Kupában pedig történelmet írt a csapat, bejutott a 4-es döntőbe, ahol a Debrecentől majd a Ferencvárostól vereséget szenvedve a 4. helyen végzett. Én előrébb vártam magunkat a 9. helynél. Valahova a 6-8 közé. Viszont azt gondolom, hogy figyelembe véve azt, hogy a felkészülés kezdete előtt a Termán Rita lábát műteni kellett, hogy az utolsó edzőmérkőzésen a Dunaújváros ellen a Habankovának eltört a keze, a sajkacsontja, ami megint egy 3,5-4 hónapot vett igénybe, illetve azok a sajnálatos események, amik még történtek a bajnokság előtt is, bajnokság közben is. Örülök, hogy egyáltalán ezek a játékosok rendelkezésre tudtak állni, és hogy vállalni tudták a játékot, és nagyon komoly mentális és lelki problémákat kellett, hogy leküzdjenek ahhoz, hogy ők bármilyen szinten is kézlabdázni tudjanak, így azt gondolom, hogy iszonyatosan nagy erőket mozgósítottak a lányok. Az NB1-ben a Ferencváros szerezte meg a bajnoki címet, a Boglári Akadémia és a Békés Csaba pedig búcsúzott az élvonaltól. Az NB1-B-ből a Vasas és a Budaörs jutott fel a legmagasabb osztályba. A kisvárdai csapattól távozik Mirosevics Tímea, Szabó Nina, Kondásova Izabel és Pásztor Bettina. 2 év szünet után visszatér Tamara Radojevics, mellette érkezik az orosz Darina Sulega, a szerb Alexander Stamenics, Mérai Maja és Katona Flóra. Abban bízom, hogy a következő szezon egy nyugodt szezon lesz minden téren. Úgy tudjuk elkezdeni, és úgy tudunk belemenni a bajnokságba, hogy tényleg mindenki a teljes koncentrációval és nyugodtsággal tud a kézlabdára gondolni és koncentrálni, és akkor meggyőződésem, hogy ezekből a mérkőzésekből, az egygólos, illetve a döntetlen mérkőzésekből az idei tapasztalatok és az idei nagyon sok elvégzett munka után ezekből azért jó néhány a mi zsebünkben lesz, és leszünk már annyira tapasztaltak és rutinosak, meg higgadtak, hogy ezeket a mi javunkra fordítsuk. A kisvárdai játékosok július elejéig szabadságot kaptak, akkor egyéni edzéstervek alapján kezdik el a munkát. A 8 hetes közös felkészülés július 19-én kezdődik el Kisvárdán.